Ezért nem nevezném végállomásnak, de... Do you have any idea how many times I've thought about the day I will march into Escalera and storm Allende's mansion? I think I have some idea. Soon it will be me sleeping on those silk sheets and the colonel lying with the cucarachas. From what I've seen of Allende, you might want to wash those sheets. You might be right, my friend. Do you really think a revolution can work? Do you have enough men? Revolution begins with one person, John. One person ain't gonna defeat the Mexican army. The poor are many and together we are strong. They are ready to fight. If it does work... It will. If it does work, and you take down Allende, what then? I will give the greatest speech of my life. But after all the fighting and all the speeches are over, what will you do? I will march on the capital and take on Sanchez himself. All right, when Mexico's yours, when you have all the power you desire, what will you do with it? Like any great leader, my brother, I will delegate. Mhm. Most már valóban közel vagyunk. Egy kanyar még jobbra. És már ott is vagyunk a kapuknál. What will you do when this is over? I want to go home, work my land, and grow old with my wife. That is hard for me to imagine. It's hard for me too, but I've pulled this trigger too many times now. I'm getting tired. Well, get ready to pull it a few more times. El Presidio will be heavily guarded. Oh, I think I got a few more left in me. Maybe one day you can return to Mexico like Lando Ricketts. A famous outlaw come to die in the sunshine. I can always use a cynical American renegade on my staff. I'll bear that in mind. Most már hirtelen begyorsítottunk valamiért. Minél közel vagyunk, hogy ne gyorsabban menjünk, nem? Let us just enjoy the silence, John. It is so rare that we have it. Hát jól van, gondolom ezzel próbálják nekünk közölni a Rockstar staff, hogy kifogytunk a dialógusokból, mostantól nem fogunk többet beszélni. Szóval, ja, élvezd egyedül magányosan a kibaszott maradék utat, és hogyha egy youtuber vagy, aki éppen egy kommentát csinál, akkor csak próbálj találni valami dolgot, amiről tudsz beszélni. Egyáltalán nem könnyű munka, de hogy látom, mert ott van az X, szóval nem kell sokáig tartanom a frontot egyedül. Franco. My men will launch a ruse attack on the side entrance to the fort. Meanwhile, you, my American friend, will drive this wagon at the front gate and jump off when you're close. He's been packed with 5 crates of TNT. That sounds crazy. How long's the fuse? Yes, like I say, fun times. It's plenty long enough, I think. I see you in there, amigo. Nem szívesen robbannék fel, de ezek a szegény lovak meg fognak halni. Nekik már végük van, ezek a lovak halálra vannak ítélve. Ez szomorú. Leszarom igazából. Ezt csak gondoljatok belem. Ezek a lovak még nem tudják, hogy mi lesz a sorsuk. És ugrás! Azt hittem, hogy egy picit közel érkeztem, de végül nem. A lovak semmivé lettek, haver. Szó szerint semmivé. Ez a Viva Mexico, az meg nem lehetett. Nem látok senkit, ó! Egyszerre bukkantak fel. Nem most kéne elkezdem balfaszoskodni. Szóval csak szépen kapjunk el mindenkit. Hé! Ott van a fejed, fasz! De te már halott vagy. Nyugi, megtalálom, csak hát mivel ezek lényegében végtelenen vannak. Kicsit megölném legalább a végtelennek a felét. Végtelennek mennyi a felem? Szintén végtelen, nem igaz?
Szerintem ezek respawnolnak. Lehet, hogy abba kéne hagynom a szórakozást. Csak induljunk meg szépen felfelé. Mondom felfelé, a lépjön fel. Tudod, mit jelent az, hogy felfelé? Hol halára vagyok itt, azt jelenti. Ilyenkor kell használni a gyógyszereket. Rendben, most töltöttem életet, most nem kéne meghalni. Uram, atyám. Szerintem annyira nem vagyok halára ítélve. Kurvára halára vagyok ítélve, inkább használni még egyet. Mert picit jobban érzem magam. Na, van itt valaki? Most megint mászak ide fel? Vagy lejjebb kéne mennem? Ne. Miért bújkálni ide fent? Eszkolyán. Milyen fura név. Én kis mondhatnék, hogy mexikaiak furák tudnak lenni. Ez semmi rossz indulat. Ezt nem rossz indulatban mondtam, értitek? Mindjárt felmászok, csak meg kell védenem magam, mert a barátaim nem akarnak segíteni. Nem sokát tobakót is kéne használnom, mert akkor meg a debajom nőne fel. Jöp, itt nincsen senki. Totál megértő felmászni, de... Oké. Azt hiszem, minden ugrani fogunk legközelebb. Hogy kicsit gyorsabb lesz. Lehet, hogy gyorsabban jutok el a halálomhoz is, szóval ez... Ilyen extrém bravúrokat nem kéne folytatnom. Miért vannak ezek ilyen sokan? Ójjaj! Ójjaj, miért nem lősz, amikor azt mondom, hogy lőj? Olyan idegesítő tud lenni. Elképesztően. Valóban itt van? Ó, egy szép, azt még feltörjük. Szerintem nem törhetem fel, mert éppen akcióban vagyok. Akció közben nem nagyon lehet feltörni dolgokat. Hú, a szekrényben vagy? Tudom, hogy itt bujkálsz, Javier. Tudom, hogy itt bujkálsz, Javier. El 4 dollár. Nem egy Javier, de legalább valami. Uram, hogyha mit tesznek az ajtó mögött. Oh, hello, partner. Ingyen agyműtéd. Hát persze, hogy a másikat nem tudtam bemérni. De ezt a helyet nem is néztem még el. Ja, gondolom fel kéne menni a lépcsőn. Én kérek elnézést. Ja, Javierre jöttem, érted. Á, valóban itt vagy, Javier. Hello, friend. It's been a long time. Hello, brother. It's good to see you. I heard you was coming. You took your time, no? Come on, you're not gonna shoot your own brother, are you? We was family. Yeah, we were. Then you and Dutch went crazy and family didn't mean so much. So, now you do the government's work. And what do? You just work for a different government. Come on, brother. I think we should go our separate ways, huh? What you and Dutch did was wrong. And the way you left me was wrong. Now, I hate to judge, but as it turns out, it's you or me. The way I see it, might as well be you. We thought you was dead, brother. I promise. I'm telling the truth. Besides, I can give you Bill. In Dutch. Dutch is in Colombia. I can take you straight to him. Hmm? You left me to die? Whoa. To save your own skin, and now you expect me to care about you? You got it all wrong, brother. I've always loved you. Even now. Nem tudom, miért teszünk monológban. És most csinálj egy nagyon idegesítő rész. Üldözős részek. Nem szeretem az üldözős részeket. Hogtie or kill Squilla. Jó irányba vagyok? Nagyon remélem, hajl. Ja. Nem szállsz fel arra a lórem. Szóval, Hogtie. Akár meg is ölhetnélek, de... Először csak kapjuk el. Vagy inkább öljem meg. Öljük meg. Engem arra kértek meg, hogy öljön meg. Inkább öljük meg. Here, brother. He's with Agenda.
Szerintem én is meg fog halni. Nem tudom, haver, túl nagy dilemma. Szerintem ugyanaz lesz a sorsa, de mindegy. Meghalt. Nem volt túl szép, de inkább a könnyebb utat választom. Kevesebb dialógus. Nem, mintha a dialógusok nem lennének jók. Sőt, lehet, hogy most egy nagyon jó dialógust hagytam ki. Marston, come with me. The army sent reinforcements. Come. The army is coming. Get up there and man that cannon. Hú, egy ágyú. Ja, szerintem nem ezt az ágyút kell használnom. Egy kicsit most megbántam, hogy egyből fejbe lőttem, mert szerintem egy egész frankó kis dialógusból maradtunk le, de mindegy. Ugye az lett volna a vége, szerintem meghalt volna Javier. Na. Gyertek csak. Bárcsak látni a kis bármit. Se baj, ez az ágyú egész frankon. Ezt a pacit nem fogom megölni, életben hagyom. Egy ilyen kegyes isten vagyunk. Bárcsak látnék dolgokat. Bárcsak gyorsabban jönnétek? Hé, ott valaki jön. Bocs, partner. Úgy nem. Csak úgy repülnek szegények össze-vissza. Azt hiszem, hogy totál túlélték. Egy-ketten. Most vagy a szegény paci, csak úgy végigcsúszott a földön. Ez borzalom, haver. Néha bebegolnak, aztán lövöldözni kell a dom mögé, hát ha megölsz valakit véletlenül. Sőt, képes erről. Tapasztaltam már. Jéj, nyertünk! Még szép, hogy amilyenk. Get us away from the jail cell. Hát egy halott ember már nem fog messzire menni. Ez a helyed. De oké. Okay. Rip in peace. Two old friends reunited. It is a beautiful thing. Yeah, nagyon gyönyörű. Egy golyóval a fejében. Elképesztően gyönyörű, mit is mondhatnék. Mr. Marston, fancy seeing you down here. Well, it is a pleasant surprise, I must say. He's not looking very healthy. We told you to keep them alive. You should be glad. Oh, so I'm on tether. Just remember your obligations to the government, Mr. Marston. We need you to find Williamson, then head to Blackwater as quick as you can. We have reason to believe that Dutch Vanderlind is in the area. Your wife sends her regards. Check for me. Kis motoros kocsival. Nem emlékeztem arra a részre, hogy maradjon életben. Na mindegy, örülök neki, hogy halott. Inkább elvarrom a szálakat teljesen, nem igaz? Hol van a legközelebbi házikó? Hát itt vagyunk csuparózától egyáltalán nem messze. Oda fellovaglunk. Hátul vannak dolgok. Az éjszaka közepén nem fogok semmit se adni az a helyet. De se baj, a lényeg az, hogy el tudjuk menteni a játékunkat. Jobban felvezethették volna, hogy mondjuk hogy találták meg Javiert, meg ilyenek. Mert lényegében csak egy hoppá, csettintünk egyet és a kémény megtalálták. Kis zúlkönyen oldalták meg a dolgot a Rockstarnál. Ez persze nem azt jelenti, hogy rossz lenne mondjuk a történetvezetés, mert szerintem jól megvan oldva. De lehetne egy picivel jobb is. De a GTA 5-ben ezeket a dolgokat teljesen kijavították. Ott már teljes mértékben nagyon jól megvannak oldva a dolgok. Egy olyan Red Dead játék kéne, ami lényegében olyan frankó, mint a GTA 5. Állítólag már terveznek új Red Dead játékot, természetesen csak Next Gen konzolokra.
Szóval még egy indok, amiért meg muszáj lesz vennem egy Next Gen-t. Na. Hello lány. Nem tudom, mert tudott el a lovam elém. A lényeg az, hogy jól vagy. Nem tudom, mit mondasz, sajnos nem tanultam sohasem spanyolt. És mentsük el. A la muerte! Father Abraham. Felül vagy írva. Szóval csak szerintem már ennyi volt, szóval köszönjétek. Viszont legközelebb, és addig is sziasztok.